hittétek, hogy nem lesz itt senki? Hát de. Én is itt vagyok, meg mindjárt Kinga is itt lesz, srácok. Sziasztok, és üdvözlök titeket a következő együnk részbe, ahol sütni fogunk. Végre elérkeztünk oda, hogy nem valamit megvásárlunk, vagy megrendelünk és megesszük, hanem mi is süssük ki. Mi is süssük ki, és én is részt veszek a folyamatban, igaz inkább, mint fogyasztó, mint kreáló, de akkor is. De akkor is ez a lényeg, úgyhogy srácok, múltkor mézes kalácsokat csináltunk, jágeres mézes kalácsokat csináltunk, most pedig egy mézes kalácshoz hasonló, de nem teljesen az dolgot fogunk csinálni, és ezért idehívom segítségül Kingát, hogy elmagyarázza nekünk, mi is ez. Szóval... Sziasztok! Igen? Szóval igazából ez egy ilyen mézes kalács ízű sütemény, ami sokkal puhább, mint a mézes kalács. Komolyan? Komolyan. Lehet ilyet? Mint a VS Telesóban most eladunk. Tényleg, Kinga? Szóval ez egy szlovák mézes kalács, ami puhább, és a neve az, hogy pernik. 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 Tehát perniket fogunk készíteni, és utána el is fogjuk fogyasztani. Kinga pedig mindig úgy szeret a kamerában lenni, hogy oldalt. Sziasztok! Nem tudom, miért oldalról nézel, mert én meg innen fogok. Pernyéket fogunk készíteni, srácok! Jesus Christ! Szóval, srácok, pernyik. Pernyiket fogunk csinálni, jednu perniku. Na, akkor nézzük is, most Kinga elmagyarázza nekünk, hogy mik a hozzávalók. Áno. Szóval... Ne lesz. Igen? Csak mivel mennyi, majd azt fogom nézni. Tehát, srácok, vegyetek elő ti is ilyen dolgokat, és akkor? Fogunk bele rakni először a száraz hozzávalókat, mondom, hogy a lisztet, porcukrot, majd diót fogunk bele zúzni. Zúzni? Hát nem daráljuk meg, meg egészbe dobjuk, hanem csak ilyen pici lesznek. Pici. Aztán fahéj, sütőpor, és ez egy olyan fűszerkeverék, ami igazából sütőpor, és mézes kalács fűszerkeverék. Tehát otthon is el tudod készíteni, mert hogy ezt mi ezt Szlovákiába szereztük be, vagyis Kinga nagymamájáig hozták nekünk. Akkor én kétféle verzió. És az van ráírva, hogy kiprici, prasek. Prások. Prások. Azt van. A bocsánat akkor. Tehát mézes kalács fűszer keverve egy kis sütőporral. És még teszünk bele sütőport? Igen, egy wow. Felett. Jó. És akkor ezután rakunk bele egy kevés olajat, lekvárt, tojást és tejet. Na hát szerintem akkor úgy mehet is az edénybe, bele. Ismét elővesszük a kis mérlegünket, emlékeztek-e az előző videóból a tökéletes mérésre? Akkor kezdjük, 40 deka liszt. Tehát 350 g porcukrot teszünk bele. Az jó sok, fülye. Ja. Ó, ne, az már sok. Hoppá, egy kicsit megszám. Jó. Innen látszik, hogy Gergő csinálta a dolgot, tehát minden tiszta porcukor, de mi szeretjük a cukrot. Úgyhogy a következő hozzávaló nem más, mint a... Akkor legyen a vaníliás cukor. Igazából ezt nem írja a recept, de szerintem vaníliás cukor mindenbe jó. Mindenbe is. Kinga bölcsességei. Vaníliás cukor mindenbe is jó. Szerintem. Következő. Jó. Egy fél sütőpor kell bele. Igen. Mivel ugye azért nem egész, mert már a fűszerkeverékben van. Következő hozzávaló, fahéj. Abból csak egy icipicit. A többi azt Kinga fahéj kihívásba fogja teljesíteni nekünk. Hozom is a kanalat. De tényleg csak egy picit, mert ha túl sokat raktak bele, akkor keserű lesz a fahéjtól. Pedig azért raktunk bele cukrot dögivel. És akkor belerakjuk a fűszerkeveréket. Ha esetleg Szlovákiába keresnétek, akkor ez úgy találjátok meg, hogy pernikovi prások. Az mi? Hát az Szlovákia. Jaj! Gergő hozzáértéssel összekavarja a összetevőket. Amik nem mások, mint liszt, cukor, sütőpor, fahéj, pernikovi prások. Jól mondtam? Meg vanília.
és vaníliás cukor, de hát azt nem is teszem hozzá, mert Kinga azt mondta, hogy ez mindenbe kell. De teljes mértékbe kavarjuk el? Hát igen. Ó, hogy te milyen ügyes vagy! Parancsoljon. A földre szerintem is. Hoppá. Szóval, srácok, amíg Kinga itt elkeveri, én mutatok nektek valami királyat. Ezt nézzétek! Elkészült a karácsonyfánk, srácok. Hogyha nem láttatok róla a vlogot, akkor megtekintetétek a csatornán, tegnap töltöttük fel. És esik a hó. És képzeljétek el, hogy esik a hó kint. Annyi, hogy ha láttátok a vlogot, akkor tudjátok, mi történt a tetejével. De szerintem nagyon-nagyon szép lett. Mit szóltok hozzá? És akkor most hozzáadjuk a folyékony hozzávalókat is. Pirített tej. Ő a kiválasztott. Ezután rakunk bele 1 deci tejet, azaz 100 milliliter. Vagyis olajat. Pont. Mint tudjuk. Reggelire a reggeliző fejemet azért én olajomat. Olajomat? Én olajjal szoktam enni mindig. Akkor megvolt az olaj, akkor most jön bele 2 tojás. Most úgy. Mert rész vagy. Pont az előző részben mondtad el, hogy mindig külön törjük. De én már pró vagyok. Jaj, a szemüveget el ne felejtsem rá tenni. Aztán most majd beletöröm. Igen, de mint ahogy mondtam, ezt ne így csináljátok. És rakunk bele, hoppá, 2 kanál lekvárt, csak ez kicsit nagy. Az nem baj. Szóval... Most mit csinálsz? 2, még egy picit rakunk bele. És amúgy azért vettük ezt a lekvárt, mert ez cukor... Csökkente cukortartalom. Igen, van. Hogy miért itt nem raktunk bele elég cukrot igazából. A diót meg később rakjuk bele. Keveredte vagy keverem én? Én keverem. Hogy tetszik? Semmiféleképpen. Hogy te milyen ügyes vagy. Na ezt most hogy szület? Én belenyúlok. És akkor milyen íze van? Látod, legalább csak tészteszt volt. És akkor ismét találkozunk itt a, majdnem azt mondtam, hogy a metróban, közben ez a mikró. 180 fokra állítjuk a sütőnket, tehát látjátok 180? Előtte pakoljatok ki azért. És akkor srácok, most feltörjük a diót. Körülbelül egy maréknyit fogunk feltörni. De előtte kóstoljátok meg mindenféleképpen, hogy a dió nem az avasról származik, tehát nem-e avas. Meg finom a dió, meg egészséges. Kiveszünk egy maréknyit, beletesszük egy zacsiba, és akkor fogunk egy üveget, és mehet. Jó, most kicsit lenémítelek titeket. És kész is a tört dió, a la Gergő. Jó, és akkor most fogjuk az össze morzsolt diónkat, itt az aljánál. Beleszórjuk. A zacskót nem. És fogjuk a kanalat, amit nem ejtünk bele most. És szépen, amúgy az illata nagyon jó, és szépen belekeverjük a masszába, azaz a tésztába. Aki szereti, az több diót ad hozzá, aki nem, az nem. Aki allergiás rá, az semmennyit ne tegyen bele. Tehát Kinga kivajazta a tepsit, mint látjátok, margarinnal. De nem elég kivajazni. Ki is lisztezzük. És az a lényeg, hogy a vajat mindenhol lepje be a liszt.
Tehát akkor 180 fokos sütő. És ismételten Kingától való a recept, tehát az idő... Majd látjuk. Majd látjuk. Na srácok, a miénk így néz ki, kicsit megrepett a teteje. Ne kövessétek el azt a hibát, mint mi. Kicsi a... Szélesebb. Nagyobb tepsibe tegyétek, hogy jobban szétfolyjon és legyen olyan vastag, mint a miénk. És egyébként ez nincs megégve, mert ugye olyan színűnek kell lennie, mint a mézes kalása. Most várunk, hogy kihűljön, aztán Gergő megkóstolja. Már megint várunk. Minden sütőnél várni kell. Láttatok azt a videót, ha nem? Én rakom nektek a leírásba. Kinga jó videós lenne. Szóval srácok, én a sütiknek a közepét szeretem, úgyhogy Kinga így forrón kivette, de amúgy így néz ki. Elég jól, az illata nagyon-nagyon király. Reméljük olyan finom is lesz, mint ahogy kinéz. Szóval srácok, készen is van a sütemény, mint ahogy láthattátok. Ez a szlovák, elfelejtettem a nevét. Pernik. Pernik. Ez a szlovák pernik, ami nagyon-nagyon hasonlít a mézes kalácshoz, de puhább. Tehát olyan, mint egy ilyen, mint egy süti. Tehát nem ez a kemény, ropogósabb, mézes kalácsos, hanem ez a puhább, inkább ilyen tésztásabb szerű dolog. Az illata zseniálisan jó, hát mit csináltuk, milyen is lenne. Nézzük az ízét. Olyan a belseje tényleg, mint egy mézes kalácsnak. Ez az íze teljes mértékben olyan, csak ugye ez ilyen kicsit tésztásabb. Nagyon-nagyon finom. Király. Ez olyan, mint egy piskóta mézes kalács. Úgyhogy srácok, ha csináltatok mézes kalácsot, akkor ajánlom a perniket. Ezután a videó után tökéletes mértékben el tudjátok készíteni a tökéletes perniket. Úgyhogy srácok, köszönjük, hogy itt voltatok ebbe a videóba is. Csak hogy legyen valami fesztív hangulat. Ráadjuk Kingára a mitulabáti tapkáját. Szóval köszönjük szépen Kingának a segítséget, meg a csörgős sapkáját. Úgyhogy köszönjük szépen srácok, hogy itt voltatok velünk, reméljük tetszenétek ez a videó, ha igen, akkor... Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. A csatornára. Pontosan csatlakozzatok a világ... legkirályabb csapatához, a Jágerekhez. Pontosan csináltak úgy, ahogy Kinga mondta, hogy köszönjük, itt voltatok, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk, és találkozunk holnap a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok! Jól csinálja!